Mihálić. Kriszti László mellé nyúl, és Mihály! A harmadik perc végén majdnem megszerzik a jugoszlávok a vezetést. Diszl Péter, bocsánat, elnézést Diszl Lászlótól, bizony alaposan elnézte ezt a dolgot, Bálics előreívelését. Hetedik perc, 0-0. Ott a feje, Zalaegerszeg, gól! Megvan a vezetés! A találkozó hetedik percében a Videoton Burcsa góljával megszerezte a vezetést. Vég és Burcsa gratulál egymásnak. És itt a lassítás. Teljesen tisztán marad Burcsa, és szépen fejel a kapu bal oldalába. 1-0. Genti indulna. Diszl László jön előre felé kérni a labdát, mindjárt lesen. Diszl László nagyon nagy labda, a helyzetben Laci. Alakítás. Fantasztikusan szép alakítás. Lerajzolt akció, és az első félidő 19. percében a Videoton 2-0-ra vezet. Egy mesteri labda, egy remek előretörés. Diszl László nagyon higgadtan kivárja a skórót, ami kijön, és megszerzi a Videoton második gólját. A gól, amelynek szerzője Skóró. A 20. percben nagyon gyorsan jött a válasz, 2-1. Ezt a gólt el lehetett volna kerülni. Nézzük a lassítást. Mesteri alakítás ez is. Ahogy Skóró átvette a labdát, a szépségű. Szabó gyötrik nagyon keményen, és így megszúszott Dani felé! Hát ez nem volt több, mint 15 centi. Szabó maga mögé vadászhoz. Vadász fantasztikus nagy lövésével, 3-1 a második félidő 37. percében. Küzdeni tudását dicséri ez a visszaszerzett labda. Burcsa beadása, amelyet Szabó remekül csúsztat meg. Egyet pattan a labda, és Vadász ballal a bal alsóba. 3-1.